hogy ugye vonattal megyünk, ami azt jelenti, hogy megérkezünk városokba forgatni. Azonban nyilvánvalóan a tiszta ruhát és a szennyes ruhát sem akarjuk magunkat cipelni, úgyhogy ilyen csomagmegőrzőket fogunk használni a pályaudvarokon. De befér mind a kettőnké, nem? Hát nem, nem az enyém miatt nem fog beférni a... Milyen gyereket nem elég? Ja, 6 vagy 5 frank, akkor mehetünk az XXL-be, mit szólsz? Kérem? De figyelj, hogyha nincs pénzük itt aludni, akkor ebbe viszont tudunk is aludni. Tudunk aludni, igen. 6 euróért mindenkinek tudjuk ajánlni ezt a... Érdekes szállásszolgáltatás. No, na, ne, várj. És az, hogy be kell csukni, és onnantól kezdve van 90 másodpercünk arra, hogy fizessünk, és 12 svájci frankot fogunk fizetni. Miért? Ez 4000 forint. Miért? És kapunk egy ilyen QR kódot, és ezt nem szabad elveszenünk, mert soha többet nem fogjuk visszakapni a kis bőröndünket. Figyelj, viszont ahhoz, hogy egy QR kódot ne veszítsünk el, mi annak a legjobb módja? Hogy lefotózzuk. Emlékét örökre őrizzük. De odaadom neked, mielőtt elveszíteni. Na és meg is jöttünk Lucernbe, Közép-Svájc legnagyobb város. Nézd meg, annyira megjöttünk, hogy még ők is willkommenelnek minket. És ez nagyon kedves tőlük, hogy ilyen szépen fogadnak. Mi van? Te nem csak azt mondjuk, úgy megyek, hogy Lucern, nem kér, nem, tehát Lucern, nem? Nem tudom, én tényleg kérdezem. A Google Maps úgy fordítja, hogy Lucerna. És igen, az hogy azon kívül, hogy Lucern egy nagyváros, relatíve ezzel a 80 ezer fővel, tulajdonképpen nagyon sokak szerint ez Svájc legszebb városa. Tényleg? Úgyhogy nyilvánvalóan képtelenséget volna kiadni, de nézel arra felé, szóval, hogy azok a kis tornyocskák ott egyszerűen topzódik a város a tornyokban, és ettől nagyon-nagyon gyönyörű. Viszont mögöttünk meg itt van a Lucerni tó, illetve itt van a Kongresszusi Palota, amit 1999-ben emeltek, egy 1800 fős koncertterem is van benne, és ott meg egy Taycan, mert mivel közlekednének itt Taycannal. Önnevetek Ferrari, nem csak. Jaj, bocsánat, azt már részt is veszük. És van ez a hatalmas tó felé beívelő tetőszerkezet, arról is nagyon nevezetes. Van ott a tó mellett még valamit meg akarok mutatni, ameddig nem szakad az eső. Figyelj, nézd, ez a tetőfölött elég nagy ahhoz, és elég jól van pozícionálva, hogy innen fel tudjuk venni az egész várost. Igen, tehát beszélsz erre, én levágok, képezem az összeset, úgyhogy nem fogunk elállni. Na szóval ez itt a csodálatos Zürichi tó, aminek a mentén el lehet jutni az egyik legizgalmasabb helyi látványosságig, amit mindenképpen érdemes annak megnézni, aki nem csak egy fél napra érkezik ide, hanem mondjuk több napot is tölt itt. Az a közlekedési múzeum, ami az egyik legtöbbet látogatott látványosság Svájcban, és ahol van egy csomó vonat, meg hajó, meg autó, meg repülő, konkrétan azt hiszem 30 repülő van oda bent, és az autók pedig időnként ilyen hatosával vannak különböző polcokra egymás fölé alápakolva, mint hogyha valamiféle játékokról lenne szó, de nem, ezek tök igazi autók, és aki szereti a közlekedést, mindezt múzeumban, az mindenképpen látogasson el oda. Mi is fogunk majd egy kicsit beszélni a közlekedésről, pontosabban arról, hogy mi a jövője egy olyan városban, mint például Lucern, ahol próbálnak a fenntarthatóságra törekedni, de megnézzünk egy csomó történelmi ízét is. Na és most van az, hogy elkezdett olyan mocskos, undorító módon esni az eső, hogy arra nincsenek szavak, és mondjuk erre készülhettem volna valamelyest. Robi készült is neki, például van kapucnia, hogyha megnézitek. Én hoztam egy esőkabátot, ami azonban átázik, meg két pulóvert, viszont kapuszni az egyiken sincsen. Úgyhogy ez izgi lesz. De nem csak ezen a nap szerencsére, mert ahogy elnézzük az időjárást, tulajdonképpen minden egyes nap ez várható innentől kezdve, úgyhogy lehet, hogy kell szereznem egy esőkabátot, vagy valami hasonló. Na és bár a napszövegem még csupa eső, a nap már előjött egy pillanatra, úgyhogy reménykedhetünk abban, hogy meg tudjuk mutatni nektek, hogy mennyire szép ez a város valójában, de előtte még egy lucerni előjáróval fogunk találkozni, aki a város viselt dolgairól fog mesélni, de nem történelmi kontextusban, hanem fenntarthatósági kontextusban. Varázslat! Látod, mire képes egy kis Svájcban? Nézd! Halló, guten Tag! Die Stadt Luzern hat bereits im Jahr 2011 eine Energie- und Klimastrategie beschlossen. Die wichtigsten Ziele sind einerseits im Klimabereich das Ziel, dass die Stadt Luzern bis im Jahr 2040 CO2-neutral sein möchte. Also man möchte den CO2-Ausstoß in der Stadt Luzern von Gebäuden, von der Industrie, von den Fahrzeugen auf null senken.
Heute beträgt der CO2-Ausstoß ungefähr 5 Tonnen pro Person. Das soll sinken auf 0 Tonnen bis 2040. Das ist ein Ziel. Das zweite Ziel ist im Energiebereich, sogenannte 2000-Watt-Gesellschaft. Man will in Luzern den Energieverbrauch reduzieren. Der soll im Jahr 2050 bei 2000 Watt sein. Heute sind wir etwa bei 4400 Watt. Also eine Reduktion um mehr als die Hälfte beim Energieverbrauch. Dann möchte man in Luzern oder werden wir denn die Produktion von Solarenergie auf den Dächern, an den Fassaden massiv ausbauen. Heute beträgt die installierte Leistung von Solarenergie an Gebäuden in der Stadt Luzern 10 Megawatt Peak. Und bis im Jahr 2050 soll diese installierte Leistung auf 180 Megawatt Peak erhöht werden. Wichtig ist aber auch der Mobilitätsbereich. Auch da hat die Stadt Luzern sich Ziele gesetzt. Wir möchten, dass im Jahr 2040 sämtliche Fahrzeuge, die in der Stadt Luzern immatrikuliert sind, also Fahrzeuge, die den Leuten gehören, die in der Stadt Luzern wohnen, dass die alle erneuerbar angetrieben werden, also keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr bis 2040. Und gleichzeitig möchten wir denn das Verkehrsaufkommen, wie viele Autos auf den Straßen unterwegs sind, möchte man reduzieren. Auch bis im Jahr 2040 eine Reduktion um 15% gegenüber dem Jahr 2010. Jetzt haben wir 2020, in den letzten 10 Jahren hatten wir bereits eine Reduktion um etwa 5%. Und wenn man das weiterführt, erreicht man bis im Jahr 2040 eine Reduktion um 15%. Das sind die langfristigen Zielsetzungen, die das Stadtparlament, die Legislative, beschlossen hat. Das ist beschlossen, aber es gibt noch eine Volksabstimmung. Die Bevölkerung der Stadt Luzern, die Stimmbevölkerung, wird am 25. September dieses Jahres über diese Strategie abstimmen. Das Volk wird darüber entscheiden und wir gehen davon aus und hoffen, dass auch das Volk diese langfristigen Zielsetzungen beschließen wird. Wir hatten in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15 Jahren schon mehrere Abstimmungen im Energiebereich. Und da war eigentlich immer eine Mehrheit von 2/3 der Bevölkerung hatte das unterstützt. Also Luzern ist traditionell eine Stadt, die im Klima- und Energiebereich ambitionierte Ziele verfolgt und vorangeht. Na hát, milyen érdekességet tudtunk meg Luzern városáról, és az is tök jó, hogy itt beváltak azok az energetikai fejlesztések, amiknek nekiálltak az elmúlt években. Ugye azért ez nem mindenhol működik ugyanúgy és ugyanolyan sikeresen. Például Wiesbadenben történt meg az, hogy vásároltak valami 56 elektromos buszt, buszonként ilyen 300 millió forintból, szóval tényleg annyiból, amennyiből 3 busz lehetett volna venni, és hogy nagyon örültek annak, hogy sikerül megújítaniuk a tömegközlekedésüket, és most 2-3 évek később eladják ezeket a buszokat, mert hogy az ígért hatótáv az 150 km volt, de egész egyszerűen ott a terepviszonyok meg a hőmérsékletek nem alkalmasak arra, hogy elektromos busszal közlekedjenek még, mert ebből a 150 km-ből télen időnként ilyen 50 km lett egész egyszerűen a fűtés, meg a hideg aksi, meg az emelkedés, meg a többi az tulajdonképpen kicsinálta ott a járműveket, de ugyanakkor vannak olyan városok, ahol már ilyen kézzel foghatónak látszik az, hogy valamelyes sikerüljön átállni zéró széndioxid kibocsátásra. Nyilvánvalóan ez egy olyan környéken, mint Luzern, ahol tényleg még a csapból is vízi erőmű folyik, ott azért valamivel egyszerűbb, mint más országban, de hát más országoknak meg ott vannak egyéb lehetőségek, a napelemek, a szélerőművek, az atomerőművek, és közben meg olyan projektek, amikkel az átlag emberek tudják a mindennapi fogyasztásukat csökkenteni, vagy átállítani földgázról, meg szénről, meg fáról. Olyan eszközökre, amik elsősorban villamos energiát használnak, aztán reméljük, hogy ezt a villamos energiát meg olyan helyen termelik meg, ami egyre tisztább lesz az évek során. És most esünk neki ennek a városnak. Át tudunk menni a túlpartra, át a folyón, de ezt nem fogjuk megtenni, hanem csak a híd közepéig fogunk eljutni, mert tulajdonképpen azért megyünk ki a hídra, hogy megnézzünk egy másik hidat, méghozzá Luzern főnevezetességét, ami
Ami egy híd. Just sem megyünk át. De nem, majd azon a hídon fogunk átmenni, mert annak vannak ilyen történelmi távlatai is, meg millió szempontból érdekes, viszont hogy innen látjuk leginkább, így már megvan, ugye? Meg. Szóval ez az a híd, amiért mindenki beszél Lucernről, és ami miatt mindenki el akar idejönni, ami egy replika tulajdonképpen. Ugyanis néhány évvel ezelőtt leégett az egész a francba. Ezt majd elmondom a hídon, csak előtte még megnézzük a jezsuita templomot, de innen csodás vágóképeket lehet készíteni róla, de ha még egyszer leégne, akkor van a replikának is egy pre-replikája. Jó, ezt már én is nehezen követem saját magamat, de hogy ott is van egy ilyen kis hidacska a másik oldalon, ami sokkal kisebb, sokkal kevésbé nevezetes, de az még eredeti, az még nem égett le, és hogyha az végképp eltűnne a fenébe, akkor még mindig van egy backup hídjuk, amit lehet mutogatni a nagyvilágban. És itt van mögöttünk a Lucern egyik nevezetessége, a jezsuita templom, és ki a vlog kedvenc jezsuitája? Hát Ferenc pápa, de be is mentünk, és tényleg az a helyzet, hogy nagyon-nagyon szép, már mintha itt a környéken ez elképesztően díszesnek számít, de mondjuk, hogyha valaki Észak-Olaszországba látogat, és mi jártunk azon a környéken, és meg is mutattuk nektek, szóval ahhoz képest azért ez nagyon-nagyon szegényes. De hál' Istennek Lucernben van más is, amit érdemes megnézni, és amihez hasonló nincsen sehol máshol a világon, mégpedig ez a fedett fahíd. Ami a legrégebbi Európában, és a második leghosszabb. Legrégebbi, tényleg? Ez a legrégebbi, az 1300-as években épült, és 200 méteres hosszával a második leghosszabb. De tegyük hozzá, hogy volt ez 270-valahány méteres is, csak egy szakaszát az 1800-as években lebontották, hála a jó Istennek. És rajta vagyunk ezen a történelmi építményen, és összesen 111 darab ilyen háromszögletű kép található a fejünk fölött, és ezek ilyen... propaganda képek voltak, mert hogy a híd az akkor épült, és akkor kezdték el feldíszíteni, amikor éppen az ellenreformáció környékén jártunk. Jó, az később volt, mint amikor a hidat építették, de hogy a képek akkor kerültek fel, próbálták a derék lucerniakat rávenni arra, hogy inkább a katolikus vallás közelében maradjanak, és ne tévejegyenek el a reformáció felé. És középen pedig látható ez a nyolcszögletű bástya, vagy minek nevezem, az előbb meg voltám, mint maga a híd. És a derék lucerniak azok változatos módon tudták hasznosítani, szóval volt ez őrtorony, aztán utána lett belőle fogda, aztán utána lett belőle kínzókamra, most meg egy kis bolt működik benne. És én voltam ezen a hídon még a 90-es évek legelején, 91-ben vagy 92-ben a szüleimmel, és akkor ez még eredeti formájában fent állt, aztán 1993-ban valaki fogott egy cigarettát, elpöckölte, és konkrétan leégette Európa legöregebb fedett fahídját, és hát ennek az égésnek tulajdonképpen áldozatú estek a képek is, a 111-ből körülbelül 78. A maradék 30-at sikerült valamilyen módon megmenteni, és a hidat is újjáépítették, aztán egy éve később, 1994-ben már újra lehetett rajta sétálni. De nyilvánvalóan egy csomó kép végleg elveszett, és azt nem is lehetett rekonstruálni, meg póton is lehetett volna, ha? Mit mondtam neked? Nem, ugye kiváltak belőle 70-80 métert, és onnan a képeket elrakták egy raktárba, és azokat hordták ide. Szóval, hogy egy csomó kép, ami jó állapotú, az teljesen eredeti, és még rekonstruálni sem kellett. Szóval, hogy így lett aztán egy szerencsés fordulat az, hogy a hídból egykor le kellett bontani valamennyit. És tessék, itt beszélnek a dohányzás káros hatásairól, tehát, hogy több száz éves műemlékeket tudnak elpusztítani a cigarettacsikkek. Egészen pontosan ezen a helyen kezdett el 1993. augusztus 17-én éjfélkor égni ez a szegény híd. Én várom a nénivel a buszt. Ja, igen, vigyázz, mert problémád lesz. In Tessin, Tama. Ah, leider. Hier in Switzerland. Wirklich? Oh. Nein, azt mondta, hogy nem jön a busz. Na és hát az ilyen történelmi emlékeknek, ennek a csodás fekvésnek, a tónak, a hegyeknek köszönheti Lucern, hogy ez nem egy ilyen új sütetű turisztikai zóna, hanem tulajdonképpen már az 1800-as években is ide jártak turistáskodni a tehetősek, 1840-es évektől körülbelül. És mi is most ugyanezt csináljuk, mint eleink. Az meg ott egy dupla csuklós troli, ahogy Robi felhívta rá a figyelmem. Múlt héten egyébként egy nagyon hasonlóról forgattunk Magyarországon, csak az nem troli volt, hanem busz, meg nem járt menetrend szerint, csak kiállításokra, de itt tulajdonképpen kettő dupla csuklós is elhalad mögöttünk. Úgyhogy tömegközlekedésben erősek, csak úgy hívják a villamost, hogy busz. You speak Hungarian. Igen, csak tanulok. Tök jó. Kicsi néhez. Nem nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Köszönöm. Szívesen. Hello.
De aranyos! Igen, szóval nagy... itt mászkálunk Svájcban, és ide jön hozzánk egy lány, aki hallhatóan nem beszél magyarul, de mégis kiprésel belőle magából egy csomó magyar mondatot, jobban beszél magyarul, mint én németül. Mert van egy barátja, aki itt lakik vele, és krétás videókat mutat tőlünk neki, és kér egy közös fotót rólunk, hát egyrészt ez nagyon megtisztelő, másrészt meg ez a nemzetközi siker. Az igazi nemzetközi. Hogy Lucernben egy helyi, egy svájci leállít minket, és közös képet készít. De milyen aranyos volt, nem? Hogy keveset tudott magyarul, és ennek ellenére magyarul próbált megszólalni. Így van, nagyon aranyos itt volt. Itt egy polsztár. Látom egy polsztár. Általában örülni szoktanak, ha megérkezünk egy étteremhez, mert ránézel én most is csak az étlapra, és látod, szomorú módján. És látod, hogy milyen finom ételek vannak. Azoknak most hiány vagyunk a finom ételek? Nem. Jó, jók az ételek. Akkor miért szomorú a szárcsarta? Két levest kérek, van hozzá kenyér is. Igen. Az elég lehet, nem? Holnap reggelig, persze. Iszom rá sok vizet, akkor tudod, a kenyér felpüfed a gyomromban, és van. Úgy nem. Mert a leves, az például csak 4000. De a kettő? Tegyünk a tóból valamit, fogjunk ki valamit, vagy... Az is olcsóbb lenne. Mit akarsz tőlem? Nem, hanem azért mutogatok arra, mert ott a pályaudvar mellett ott volt egy nagyon híres nemzetközi étterem. Tényleg? Tényleg, de hogy... Hát úgy világon elismerik, úgy értem. Tehát hogy szerintem rossz nem lehet. És milyen betűből áll? Van benne M betű, vagy B betű van inkább benne? B betű van benne inkább. Igen, egy nagy B, igen. Meg egy K. Mit eszem? Mit kértél? Ez a helyi kaja, a helyi híresség, nevezetesség. És ha az ember eljön Lucernbe, akkor egyáltalán nem kell ilyet tennie, de lehet, ha meg akarja kóstolni, hogy a derék lucerniek mit tettek az évszázadok alatt, miközben otthon számolták a pénzt. És azt látom, hogy valamiféle kenyérbe bele van töltve egy ilyen tejszínes hús, tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint Zürichben, csak ugye itt nem mellé van tálalva a kenyér, hanem bele van tálalva a kenyérbe, de ez micsoda? Nem lehet, hogy Lucerna gombóc? Nem hús? Májgombóc. Mondjuk az illatát érzem. Vagy ilyen kis kolbászka. Ez vagy hús. Igen. Vagy ez a húsimitációs ilyen szója, vagy nem tudom mi lehet ez. Nem hiszem, hogy a hagyományos lucerni konyhának a része lenne a tofu. Tofu? Nem. Akkor hús. Gyűlölnek. Meg ezeket a hangokat is, de gyűlölöm. De ezt hallott, ez a sikítást? Ezt tudod, mit jelent? Mit? Azt, hogy valaki odavágott valahova a villám. Dehogy is, mindenhol ahol sikítanak, oda egy villám csak? Nem, csak a dörgés. Utána, amikor sikítanak, akkor odavágott a villám. Igen, szóval a helyzet az olyan szinten ellehetetlenült ilyen városbemutatási szempontból. Nem csak egyszerűen azért, mert hülyére ázunk, mert azt még valahogy elviselnénk, hanem mert a technikán konkrétan tönkre megy. Hogy lehet, hogy a Genf felé tartó vonaton inkább majd elmondjuk, hogy mi az, ami kimaradt Lucernből. Négy érdekes dolog maradt ki, abból az egyik egy kilátó, amivel tuti, hogy bukó. De ezen kívül még két további szabadtéri program, amit érdemes megnézni. Mi lenne, ha ezt a vonaton mondanánk el? Szóval két dologra jöttünk rá, az egyik az, hogy az eső az nem annyira csillapodik, a másik pedig az, hogy borzasztó megúszós lenne nektek egy vonatról beszámolni arról, hogy mi érdekes Lucernben, úgyhogy beszámolunk inkább innen az étteremből, érdekes képek segítségével. Itt van például a burbaki panoráma Eduard Kastrüttől, ami egy 110 méter széles és 10 méter magas körkép, olyasmi, mint a feszti körkép, és ami a francia-porosz háborút mutatja be, a hófötte tájon az látszik, ahogy ott vonul vissza a vert francia sereg, méghozzá Svájcba, és ott próbálnak menedéket kérni. Na, meggyógyult az idő. Mégis mehetünk. Szóval itt tekinthető meg az a panorámakép, amiről az előbb meséltem nektek. Ide most nem megyünk be, bár nem esik az eső, de tulajdonképpen pontosan azért nem megyünk be, mert ki tudja, hogy mennyi időnk van hátra, és van egy csomó szép szabadtéri ízi, amit meg akarunk nektek mutatni. Minden esetre, hogyha valaki akar látni egy több mint 100 méter kerületű és 10 méter magas körképet a francia-porosz háborúra, akkor az semmiképpen se hagyja ki ezt a burbaki panorámát. Viszont van itt valami a közelben, ami meg
hát ami meg ilyen svájci történelmi szempontból is nagyon jelentős, izé, de ennél is fontosabb, hogy ma Robi jól néz ki. Szóval még a zürichi adásban meséltem nektek arról, hogy Svájc területére a rómaiak után hogyan nyomultak be a germánok, aztán a frankok, de hogy lett ebből ország, arról még nem nagyon sztoriztunk. Hát tulajdonképpen úgy, ahogy a NATO született, meg az Európai Unió, szóval voltak itt kulturálisan és nyelvben is különböző kantonok, tartományok, amiket mindenki megpróbált elfoglalni, mert olyan jó helyen voltak. És ezek a kantonok rájöttek arra, hogy sokkal jobban ellennének ők magukban, ha nem próbálná folyton legyakni őket valaki, de arra is rájöttek, hogy egyedül túl gyengék ahhoz, hogy megvédhessék magukat, úgyhogy kitalálták, hogy szövetségre lépnek egymással. Először csak 2-3 kanton, aztán egyre több, és így jött létre az a szövetség, ami a NATO-hoz hasonlóan megvédi mindegyik tagját a külső támadástól, és hát tulajdonképpen így jött létre Svájc. Francia, olasz, német és romancs régiókból. És miközben a tartományok ügyesen megvédték egymást, a katonák nagyon értékes harci tapasztalatot szereztek, olyannyira, hogy amikor beköszöntött a béke a svájci kantonokban, akkor elmentek más európai térségekbe ott kamatoztatni a harci tudásukat, és hát így aztán megesett, hogy amikor mindenféle észak-itáliai hercegecskék bérelték fel a svájci zsoldosokat, akkor sokszor egymás ellen harcoltak, ami meg aztán természetesen gyengítette a svájci államot, ami elvezetett odáig, hogy hát Svájc tulajdonképpen leállította az expanzióját, a terjeszkedését, és berendezkedett a semlegességre, és hát innentől kezdve tulajdonképpen csak az önvédelemre koncentrált, ennek már nagyon-nagyon sok száz éve, és ez az előzménye annak, hogy Svájc az mennyire nagyon független. Ám a zsoldosok felbukkanása még ezután is folyamatos volt Európában, és mi is ismerünk azért svájci zsoldosokat, gondoljunk csak a svájci gárdistákra, akik ugye megvédték a pápát különböző viszontagságos szituációkban, mert ők voltak a legkeményebb harcosok, akik akkor is ott voltak a pápa mellett, amikor már mindenki más elszelett mellőlük, és hát a svájci zsoldosok ott voltak a francia király mellett is. Méghozzá 16. Lajos király mellett, aki csúnyán végezte, szól, akinek a nyaka körül elkezdett szorulni a hurok, és már majdnem mindenki lelépett mellőle. Igazából a svájci zsoldosok voltak azok, akik kitartottak a végsőkig, de hát a végsők azok olyannyira eljöttek, hogy tulajdonképpen 16. Lajosnak ugye levágták a fejét, és a svájci gárdisták, zsoldosok is a francia forradalom áldozatai lettek, és ez az oroszlános emlékmű itt mögöttem, ez nekik állít emléket. Ami egy ilyen monumentális, sziklába vájt izé, és amit hát mindenki megnéz, aki eljön Lucernbe. Érthető okokból. De ez nagyon hangulatos ez itt. Ezt hogy hívják, hogy mi ez? Oroszlános. Park. Izé. És ami nagyon durva, hogy bejöttünk a Gletscherkertbe, ami az oroszlános izétől körülbelül ilyen 10 méternyire van, szóval az ott lent az oroszlános izé. És hát ennek a helynek az apropóját az adta, hogy az 1800-as években mindenféle ilyen gödröket találtak itt a környéken, és elgondolkoztak a derék lucerniek azon, hogy az mi lehet, és kiderült, hogy ez az utolsó jégkorszakból való, 20 000 évvel ezelőttről, és akkoriban mindenféle gletscherek voltak ezen a környéken is, és ezek vágták bele a sziklába ezeket a mélyedéseket. Azonban itt a Gletscher Gardenben nem csak azt lehet megnézni, hogy milyen volt Lucern 20 000 évvel ezelőtt, hanem azt is, hogy milyen volt 20 millió évvel ezelőtt, amikor itt még szubtrópusi éghajlat volt, és ez a fedett terület valamelyes megpróbálja visszaadni ezt a hangulatot. Ami baromi jó hír, az nem az, hogy 20 svájci franka belépő, mert az sok. Ugye 8000 forint, az nagyon durván sok, viszont a világjegyünk az ide is érvényes, ugye ezzel az egyhetes Swiss Travel Pass-szel utazunk, ami ilyen 100 000 forint egy hétre, ami azt jelenti, hogy ilyen 10 000 forint per nap, ami soknak tűnik, viszont ezzel tulajdonképpen bárhova utazhatunk bármennyit a vonattal másodosztályon, illetve az összes városból használjuk a tömegközlekedést, és egyelőre azt veszük észre, hogy az összes múzeumot is tudjuk használni vele, ugye? Így van. És az úgy oké? Okay. Ez teljesen. Ja. Még mindig sok, Svájc, de... Igen, de hát a svájci árakhoz viszonyítva ez tök jó. És most elmegyünk a toronyhoz, úgyhogy végigmegyünk a Müsegstrasszén. Müsegstrasszén. Ezért is ezeknek már tényleg nagyon sok pénzük van. Így van, ugye erre is van idejük, igen, meg pénzük. Pénzük, igen. Ilyen hülyeségekkel humorizáljanak, tehát nem is ez, nem is egy jó vicc. Nem is értem őket.
De hát lehet, hogy ők emléket állítanak a műsegnek, nem? Tehát, hogy annyi műsegű ember van itt, hogy kikövetelték Lucernbe, hogy legyen egy utcanéve erről. Hát van. Jaj, menjünk fel a várfalakra, mert hogy a város ugye egyik oldalról védte a folyó, meg a tó, a másik oldalról a hegyek, de ahol nem védte semmi, de kellett egy várfal. És a várfalra került 7 torony, amiből 3 látogatható, és most az egyikbe szakadtunk fel pedig egy 20 perce. Olyan bolonyai feelingem van. Igen, nekem is. Na, és hát egy hasznos tanácssal zárjuk nektek az adást, hogyha fel akartok menni valamelyik toronyba, akkor ne tegyétek, mert hogy innen lentről sokkal jobban lehet látni a város, mint onnan fentről, mert hogy fent mindenféle akadály van a kilátás előtt, például órák, meg rácsok, meg hálók, innen viszont csodálatosan megtekinthető az a Lucern, amit Lucernnek érdemes mondani, szóval, hogy az a város, amitől most búcsúzunk, mert hogy megyünk tovább mi Genf felé, és a következő adásban már onnan is fogunk jelentkezni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük tetszett ez az epizód is, nekünk nagyon tetszett Lucern. Nektek is tetszett Lucern? Igen, tetszett. Tényleg? Igen. Szerettétek? Igen, nagyon szerettük. Jöjjünk máskor is ide? Persze, gyertek csak. Akartok máskor is turisztikai adásokat? Igen, nagyon szeretnénk. Jaj, de örülök nektek. Ugye, mi is nektek. Sziasztok. Hello.